Köszöntöm nézőinket, önök a TV Budakalász esti híradóját látják. Következenek elsőként kiemelt híreink röviden. Védőoltások. A veszélyhelyzettől függetlenül minden gyermeknek meg kell kapnia. Karbantartás. Pótlóbuszok járnak a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a hétvégén. Kullancs veszély házi kedvenceinknél. Fontos a megelőzés. A járványügyi veszélyhelyzettől függetlenül a kötelező védőoltásokat meg kell kapnia minden gyermeknek. Erre hívta fel a figyelmet dr. Dalul Hisam, budakalászi gyermekorvos. A rendelőben most minden esetben csak telefonos vagy elektronikus egyeztetés után érkezhetnek a budakalásziak. Csak egy szülő kísérheti be a gyermeket a budakalászi rendelőbe a járványügyi veszélyhelyzet idején. A panaszokat úgynevezett teremmedicina segítségével is el tudják látni a budakalászi gyermekorvosok, ami azt jelenti, hogy közvetetten kezelik a betegséget, ezért a személyes kontaktusok száma kevesebb, mint felére csökkent. Annyi kérésünk van mindig, hogy minden egyes megjelenés előtt előzetesen telefonon vagy e-mailben egyeztessenek velünk gyermekorvosokkal. Mi ezek alapján el tudjuk dönteni, hogy szükség van-e mindenképpen az orvos-beteg találkozásra, vagy nem. A legtöbb esetet el tudunk intézni telemedicina segítségével, e-mailekkel, telefonokkal, fényképek, videók küldésével, és jók a tapasztalataink. A szülők ezt jól fogadják, és azt gondolom, hogy ez működik. E-mailben, telefonon tudunk konzultálni, amiknek során a panaszok meghallgatása után lehetőségünk van arra, hogy fényképet kérjünk egy adott elváltozásról, vagy például különböző applikációk segítségével videó kapcsolatba kerülhetünk a betegekkel. Megnézhetjük mondjuk azt, hogy pontosan milyen az a légzés, pontosan mit csinál a gyermek, amikor alszik, pontosan milyen, nem tudom, összerezzenéseket produkál, ami miatt a beteg aggódik. Sok esetben ez még több is, mint amit itt a rendelőben normál békeidőben tapasztalunk, amikor a nagy betegforgalom miatt mondjuk 5-10 perc jut egy betegre, és nem tudunk megfigyelni például egy olyan jelenséget, amit a szülő említ, egész egyszerűen azért, mert nincsen rá idő. Telemedicina kapcsán a szülő vagy élőben, vagy rögzített felvételt mutat nekünk arról, ami valójában történt, úgyhogy ezt nagyon jól tudjuk használni. Azokban az esetekben, amikor a betegség jellege nem tudja nélkülözni az orvos-beteg találkozást, a vizsgálatot, vérkép, gyulladásos paramétervizsgálatot, vagy vizetvizsgálatot, akkor természetesen megtörténik ez. Ebben az esetben egy előre egyeztetett időpontban érkeznek a betegek, mi pedig fölkészülünk erre. Beöltözünk, fertőtlenítünk, majd amikor elmennek, akkor ezt szintén megtesszük. Én úgy gondolom, hogy ez jól működik most a jelen helyzetben. Jó sok dolgunk van, jó sok kérdésre kell válaszolnunk a rendelőn kívül, de ezt az áldozatot szívesen megtesszük. A közösségi terek bezárásával párhuzamosan jelentősen csökkent a felső légúti megbetegedések száma. Előtérbe kerültek most különböző bőrgyászati kérdések, itt-ott piros foltok jelennek meg, hasfájás, fejfájás. Talán most kicsit nagyobb arányban találkozunk ilyen jellegű panaszokkal. Nagyon oda kell figyelni, mert az, hogy nem találkozunk a betegekkel, ez veszélyeket is rejtett magában. Tehát ébernek kell lenni jó szimatúnak, és a potenciálisan veszélyes vagy krónikus betegségek gyanújakor mindenképpen oda kell azért figyelni, hogy ne maradjon ellátatlanul egy olyan komoly betegség, ami esetleg enyhe tünetekkel kezdődik. Az egészséges gyerekek immunrendszere erősödik magától. Támogatni kell azzal, hogy az immunrendszer működése közben elhasznált anyagokat pótoljuk. Mindenképp fontos a D-vitamin, C-vitamin, különböző metabolitok és nyomelemek bevitele. Ezt normál esetben egy egészséges vegyes táplálkozással be tudja vinni a gyermek, tette hozzá dr. Dalul Hisam. Támogathatjuk őket C-vitaminnal, D-vitaminnal, különböző immunerősítő gyógyszertári készítményekkel. De tulajdonképpen speciális immunerősítésre most nincsen szükség. Nyilván az immunrendszer úgy tanul, hogyha találkozik különböző kórokozókkal. Amikor közösségben járnak a gyerekek, akkor ez mindennapos. Most azokkal találkozik, amiket a munkahelyéről anyuka, apuka hazavisz jó esetben, és nem találkozik a társaival.
De nem gondolom, hogy ebből probléma lenne, vagy arra fel kellene készülnünk, hogy utána, mondjuk, hogyha visszatérünk a közösségekbe, akkor rájuk zódulnak ezek a kórokozók. Úgy gondolom, hogy ez egy normális immunrendszer birtokában ezzel meg lehet birkózni. A kötelező védőoltásokat a jelenlegi helyzettől függetlenül szükséges megkapnia a gyermeknek. Ezek beadása lehetőség szerint elkülönített, fertőtlenített helyiségben történik. Nagyon fontos, hogy a járvány idejében is a kötelező védőoltások beadása nem szabad, hogy elmaradjon. Ezzel ugyanis ezeknek a betegségeknek a fellángolását veszélyeztetnénk. Annyi van most, hogy a szokásos kérdéseket elhagyjuk, hogyha oltható a gyermek, akkor beoltjuk, és a lehető legkevesebb időt töltenek a rendelőben. Nagyon fontos, hogy a kötelező védőoltásokat nem szabad elhalasztani. Ugyanakkor meggondolandó az ajánlott védőoltások beadása. Abban az esetben, hogyha az ajánlott védőoltásokat be lehet adni egy alkalommal a kötelező védőoltásokkal, akkor ezt meg kell tenni. Azonban új ajánlott védőoltást jelen helyzetben úgy, hogy nem kötelező védőoltás mellé kapcsolódik, nem kezdünk el. Elképzelhető, hogy a váróteremben történő megjelenésnek jelen pillanatban nagyobb veszélye van, mint egy ajánlott, tehát nem kötelező, hanem ajánlott védőoltási sor elkezdésének. Ezeket a szabályokat betartva előfordulhat az, hogy egy alkalommal a gyermek egyszerre több védőoltást kap, mint amit eddig megszokhattak a szülők, akár két, három, négy védőoltást is adhatunk egyszerre, pont azért, hogy összevonva az oltásokat, a megjelenések számát tudjuk csökkenteni. Ez természetesen csak és kizárólag az együttadhatóság szabályaival egyetértésben azokat betartva végezzük, és a szülőket erről tájékoztatjuk előtte. Dr. Dalul Hisam budakalászi gyermekorvos hangsúlyozta, nagyon fontos, hogy mindenki, aki teheti, maradjon otthon. Sokszor látom azt, hogy akár mondjuk társasházakban a gyerekek együtt játszanak. Nagyon sokszor fordul olyan elő, hogy mozaik családok hétvégénként találkoznak a gyerekek, együtt játszanak, együtt bandáznak. Tudom, hogy nagyon nehéz, nekem is vannak gyermekeim, nem is minden esetben lehetséges ezt megakadályozni, de a szülőket az észszerűség betartására szeretném kérni. Tehát az iskolák, a közösségek bezárása az pont azt a célt szolgálja, hogy ilyen találkozások ne történjenek meg. Azoknak a gyermekeknek, akik együtt játszanak, azoknak is van otthon. A szülőjük, nagyszülőjük, iszonyatosan nehéz, de arra kérek minden családot, hogy próbálják meg betartani ezeket az intézkedéseket, és a gyerekeket ne engedjék az észszerűség határain belül természetesen más társaikkal szoros kontaktusba kerülni. A budakalászi gyermekorvos dr. Dalul Hisam és dr. Tordas Dániel e-mailben és telefonon is elérhetők a hét minden napján. Karbantartás miatt pótlóbuszok járnak a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a hétvégén. Április 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap, a H5-ös hév csak a Batthyány tér és Békásmegyer között jár. Békásmegyer és Szentendre között háromféle pótlóbuszra lehet felszállni. A H5-ös jelzéssel induló pótlóbuszok pomáz érintésével közlekednek, a H5 aljelzésű buszok csak Békásmegyer és Pomász között, míg a H5 eljelzésű pótlóbuszok Pomászt nem érintik. Valamennyi pótlóbuszon a kerékpár szállítása megengedett. A pótlóbuszokon a HÉV menetjegyek és bérletek érvényesek. A MÁV mobil alkalmazással a pótlóbuszokra is megváltható a kiegészítő HÉV menetjegy. A menetrendekért kérjük, látogassanak el a bkk.hu/menetrendek weboldalra, vagy használják a BKK futár utastervezőt. Egész évben fontos a kullancsok elleni védekezés, és legfontosabb a megelőzés, hívta fel a figyelmet dr. Szalkai László budakalászi állatorvos. A megszokott nyitvatartással várja továbbra is a házi kedvenceket az állatorvos, de az állattartók az udvaron vagy a rendelő előtt 2 méteres távolságot tartva várakozhatnak, a váróhelyiségben egy időben pedig csak egy ember tartózkodhat.
Korábban már beszámoltunk róla, hogy a tudomány jelenlegi állása szerint a koronavírus állatokra nem veszélyes. A kullancsok elleni védekezés viszont létfontosságú az állatok életében. A kis élősködők által okozott fertőzések elsősorban kutyáknál, de ritkább esetben macskáknál is komoly megbetegedéseket okoznak. Dr. Szalkai László budakalászi állatorvos kiemelte, hogy elterjedt az a tévhit, hogy a kullancsok ellen csak nyáron kell védekezni, pedig elég széles hőmérséklet tartományban mozognak. Nyilvánvalóan a kellemes, meleg, nedves időjárást szeretik a legjobban. A forró, száraz időjárást, illetőleg a nagyon hideg, fagyos, havas teleket nem szeretik, de ettől függetlenül ők képesek átvészelni ilyen időket is. Tehát most már az a protokoll, hogy egész évben kell védekeznünk a kullancsok ellen. Tulajdonképpen kétféle nagy csoportjuk van. Az egyik ez az úgynevezett látókullancsok, ezek a fűszálakról másznak át az áldozatukra. A másik típus a úgynevezett vak kullancsok, ezek cserjékről, bokrokról kerülnek át az áldozatokra. Ugye ebből mindjárt az is kiderül, hogy egyáltalán nem kell erdőbe menni ahhoz, hogy kullancsal találkozzunk, bármilyen füves cserjés terület megteszi nekik, sőt, egyre inkább sajnos itt vannak a közparkokban és a privát kertekben is. Tehát még csak az sem mentség, hogy de hát én nem viszem ki fifikét, mert a kullancs sajnos ott lehet a kertben. Nem csak a kutyákra kell gondolni, hanem a macskákra is, kijáró cicákat is védeni kell a kullancsoktól, őket is kedvelik sajnálatos módon. Gyakori, hogy a gazdik arra hivatkoznak, hogy átnézték, átfésülték a háziállatukat. Ez önmagában nem elegendő a kullancsok elleni védekezésben. A kullancs vérrel táplálkozik, tehát miután fölkerült az állat szőrére, vagy akár az ember ruhájára, onnan keresni fog egy olyan területet, ahol könnyedén eléri a bőrt, és ott azt ki tudja lukasztani, hogy a vérhez hozzáférjen. Ez bizonyos időbe telik neki, tehát itt van egy kis lehetőség esetleg átnézni az állatot, illetve saját magunkat. Amennyiben már befúrta magát, akkor néhány órán belül a fertőzésbe tud következni, tehát eléggé szűk ez az intervallum. Ezért nem nagyon érdemes arra appellálni, hogy de hát majd én átnézem, mert megfésülöm, meg ilyesmi, mert itt azért elég könnyű elcsúszni. Dr. Szalkai László kiemelte, hogy az utólagos gyógykezelések költségesek és problémásak lehetnek, ezért a megelőzés a legfontosabb. Állat esetében ezek akár halálosak is lehetnek, de mindenképpen problémás és költséges a gyógykezelés. Magyarul a megelőzés az, ami a legfontosabb és a legcélra vezetőbb. Erre manapság szerencsére már meglehetősen jó készítmények vannak, léteznek olyan készítmények, amik cseppformában vihetők fel az állatra, illetve nyakörves készítmények, ezek úgynevezett repellens hatásúak is, tehát tulajdonképpen bizonyos mértékig távol is tartják a kullancsot, nem csak megakadályozzák a betegség átvitelét. A szájonatba vihető készítmények, tablettás készítmények, azok elvileg azután pusztítják el a kullancsot, hogy már az valamennyi vért felszívott. De igazándiból az a tapasztalat, hogy valamilyen okból kifolyólag azért nem nagyon szeretik a kullancsok azokat az állatokat, akik ilyen szájonát kapott tablettát, szájonát adható tablettát kaptak. Tehát ezek is tökéletesen megfelelnek. A kereskedelmi forgalomban kapható ultrahangos kullancsriasztók önmagában nem tudják a kullancsokat távol tartani, ezért fontos, hogy állatorvossal egyeztetve szerezzük be a készítményt. Mindenképpen kell valamiféle megelőzést alkalmazni. Többnyire olyanok már ezek a készítmények, amik több dolgot is tudnak, tehát bolha ellen, kullancs ellen, adott esetben van, amelyik még vérférgek ellen is működik. Illetve nem kullancs, de azért hozzá kell tennem, hogy a szúnyogok által terjesztett szívférgesség is sajnos egyre nagyobb sláger hazánkban, tehát erre is gondolni kell, célszerű olyan készítményeket alkalmazni, amik nem csak az alap bolha kullancs távoltartást tudják, hanem a szúnyogokat is riasztják, távoltartják. Ha olyan készítményt szeretnénk adni, ami szájon átadható és a szívférgességet is megakadályozza, tehát elpusztítja a szúnyog által a szervezetbe juttatott szívféreg lárvákat, az előtt viszont egy vérvizsgálatot kell végeztetnünk, tehát ezt nem lehet csak úgy hasacsapva, hogy most adok neki tablettát, és akkor az jó lesz, mert ha esetleg netán fennáll már egy szívféreg fertőzöttség, akkor komoly problémák lehetnek. Magyarul egy negatív tesztre van szükség ahhoz, hogy a szájon átadható
cippéreg ellenes készítményeket adjuk az állatnak. Fontos, hogyha észreveszik a kullancsot házi állatunkon, akkor távolítsuk el, de nem mindegy, hogy hogyan tesszük ezt. Nyilvánvalóan, hogyha felfedezem a kullancsot, akár magammal, akár az állatban, azt ki kell venni méghozzá minél előbb. Nem mindegy, hogy hogyan. Szintén elterjedt tévhit ez a bekenem ezzel, azzal, azzal, és majd ez milyen jó lesz, nem lesz jó. Persze a kullancs megfulladt, hiszen a légzőszerveit eltönöm a kenőccsel, de a fuldoklás közben még gyorsabban, még nagyobb mennyiségben. Mondjuk úgy, hogy köpi bele az áldozatába a fertőző ágenseket. Tehát ez nem jó megoldás. Két dolog működik, a kullancskiszedő csipesz és a kullancskiszedő kanál, mindkettő patikában kapható, vagy állatpatikában is. Ezekkel viszonylag egyszerűen és gyorsan ki lehet venni a kullancsot. Ha a kullancs feje beszakad, ez is elég gyakran fordul elő, az lényegesen kisebb probléma, mint aminek látszik. Onnantól kezdve a gyakorlatilag a fertőző részek már nem lesznek ott, hiszen ez ugye leszakadt, hanem csak egy apró ilyen kis fejrész. Ezt a szervezet ki fogja dolgozni, egy kis fertőtlenítővel lehet fertőtlenítgetni, egy kemény kis göböcske keletkezik ott, és aztán kidolgozza a szervezetet, ettől nem kell megijedni. Nyilván kerülendő, jobb, hogyha a feje is kijön, de ha a baleset történik, akkor nem kell megijedni. Ha esetleg valamilyen okból kifolyólag nem vettük észre házi állatunkon a kullancsot, akkor vannak bizonyos tünetek, amelyekből arra gyanakodhatunk, hogy megtámadta őt a vérszívó állat. A leggyakoribb és a legismertebb betegség, amit kullancs kutyára átterjeszt, ez a babéziózis. Ez a babézió, ez egy vérélősködő, ami tulajdonképpen egyszerűsítve azt csinálja, hogy tönkreteszi a vörös vértesteket, ezek szétesnek, ez vezet egy vérszegénységhez, és a vesék végérvényes károsodásához. Az a szerencse, hogy a kutya elég hamar jelzi, hogy valami nem stimmel, adott esetben lázas lehet, de mindenképpen bágyat, hiszen ahogy a vérszegénység fokozódik, ez egészen jól látszik, étvágytalan lesz, bágyat lesz, mindenképpen azonnal állatorvoshoz kell fordulni. Szerencsére van olyan készítmény, ami konkrétan ki tudja írtani ezeket a vérélősködőket, de ha túl későn kerül orvoshoz a kutya, akkor nagyon-nagyon súlyos szövődmények lehetnek, és egy intenzív kórházi infúziós terápia sem biztos, hogy megmenti az állat életét. A jelenlegi helyzetben továbbra is a megszokott időben várja dr. Szalkai László az állatokat rendelőjében, viszont azt kéri, hogy az állattartók az udvaron vagy a rendelő előtt 2 méteres távolságot tartva várakozzanak. A váróhelyiségben egy időben egy ember tartózkodjon, és aki lázas, köhög, tüsszög vagy bármilyen légzőszervi problémája van, ne lépjen a rendelő területére. Az eredeti tervek szerint tegnap, április 22-én tartotta volna Budakalász képviselő testülete a tavaszi közmeghallgatást. A járvány azonban közbeszólt, és mostani körülmények nem tették lehetővé egy ilyen esemény megrendezését. Azonban a közmeghallgatás nem marad el, hanem egy kicsit átalakul. A település lakói közvetlenül a képviselő testülethez intézhetik kérdéseiket és javaslataikat online formában. Minden írásban feltett kérdésre írásban, illetve a város média felületein videó üzenetben válaszolnak. A helyi közügyekkel kapcsolatos kérdéseket április 26-áig lehet elküldeni a közmeghallgatás@budakalász.hu e-mail címre. Végül a várható időjárásról. Pénteken már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, csapadék azonban nem valószínű. A délnyugatira forduló szél többfelé feltámadhat, hajnalban 0-7, délután 20-25 fok között alakul a hőmérséklet. Adásunk végén következzenek még egyszer legfontosabb híreink röviden. A járványügyi veszélyhelyzettől függetlenül a kötelező védőoltásokat meg kell kapnia minden gyermeknek. Erre hívta fel a figyelmet dr. Dalul Hisam, budakalászi gyermekorvos. Karbantartás miatt pótlóbuszok járnak a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között a hétvégén. Április 25-én és 26-án, szombaton és vasárnap, a H5-ös hév csak Batthyány tér és Békásmegyer között jár. Egész évben fontos a kullancsok elleni védekezés és legfontosabb a megelőzés, hívta fel a figyelmet dr. Szalkai László, budakalászi állatorvos. Ez volt mai hírmagazinunk, a Budakalász Ma. Híradóval legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk. Nézzenek minket most is, hamarosan Fogadó Óra című magazin műsorunk következik. Maradjanak otthon mindannyiunk egészsége érdekében.
Folyamatosan friss hírekkel, információkkal várjuk Önöket a kijárási korlátozás idején is. Weboldalunkon a szentendre.media.hu/tvbudakalászon. Ne feledjék, a közösségi oldalakon is megtalálnak bennünket. Munkatársaim nevében is megköszönöm figyelmüket. Viszontlátásra!